Topolyán is sok bosszúságot okoznak a szúnyogok, az időjárási körülmények kedveztek az elszaporodásuknak. A hűvöst adó fák és bokrok árnyékában egész nap agresszíven támadnak. A kirakatok üvegablakain csoportosan hűsölnek a szúnyogok, az idén a szokottnál is több van belőlük, a sok eső és a párás meleg miatt. Este nem lehet egyáltalán kimenni, nem lehet kint tartózkodni, amikor friss a levegő, mert nekem a gyereket az például annyira összecsípő, hogy egyszerűen tehát nem tudok mivel védekezni ellenük. Nem használnak azok a szerek sem, amelyek erre vannak eredetileg? Kipróbáltunk a füstölőtől kezdve, amit a teraszra kirakunk, kenőcs, spraytől kezdve mindent, abszolút semmi nem használ. Vasárnap kezdődött volna a szúnyogírtás Topolya községben, de a nagy meleg és az erős szél miatt a repülők nem szállhattak fel. Az önkormányzat 3 millió 800 ezer dinár értékben kötött szerződést két céggel, akik a szúnyogírtást végzik. A tervek szerint június 23-áig lezajlik a szúnyogírtás, és amint az időjárás megengedi, elkezdik a permetezést. 4000 hektár területet szeretnénk a levegőből permetezni, ez természetesen a településeket öleli fel, valamint 1000 hektáron a földről tervezzük a szúnyogoknak a permetezését. Itt elsősorban a vízterületekre és a kritikusabb területekre szeretnénk koncentrálni. Az illetékesek kérik a méhészeket, hogy a kaptárokat költöztessék legalább 5 km távolságra a permetezés helyszínétől, hiszen a permetanyag káros a méhekre. A szer hatása 3 napig tart.